Országos bajnokság és nemzetközi militári verseny Kaposvár. Következik az igazság pillanata. Kié lesz a magyar bajnoki cím, illetve a kétcsillagos győzelem? Ez itt a kérdés. Pintér Vanda és Gidrán Sovánka a pályán, egy 10 éves Gidrán Kanca. Nemzetközi szinten is rendelkezik már rutinnal a ló. És látjuk, hogy ez a Kanca és a Gidrán fajtához tartozik. Remélhetőleg ez a régi magyar lófajta mégiscsak utat tud törni magának a militári sportban, hiszen másokra nem nagyon számíthat, csak saját magára. Legalábbis a jelenlegi helyzet szerint. Bátran elvállalta a ló egy kicsit messzebbről is az elugrást. Ismét osztrák lovas Jasmin Karasan és Bária. Jasmin Karasant láthattuk már másik lovával, Dunstan Verimérivel. Nagyon könnyen, nagyon rutinosan ugrik ez a ló is. Annak ellenére, hogy nem rendelkezik nagyon látványos galoppal, meglehetősen haladósnak tűnik Bária. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a lovas megfelelően be tudja osztani a ló erejét, és persze a saját erejét is a terepversenyen, a tereppályán. Egy pillanatra sem lankadhat a páros figyelme, és látjuk, az ilyen emelkedők bizony alaposan kiveszik az erőt a lóból. Juhász Viktória és egy sárga telivér Kanca Pamela, Modern Pleasure, pasa származással. Vízbeugrás és egy pehes esés. Ám láthatólag szerencsére semmi komolyabb baj nem történt. Nézzük még egyszer. Egészen egyszerűen arról van szó, hogy a mélybeugrásnál a lovas egy pillanatra kibillent az egyensúlyából, és utána a ló is megbotlott. Egy lépés erejéig az elejére került, és aztán már következett is az esés. Itt pedig már Capári Dániel és Myboy Mirázs, egy Myboy telivér után származó ló, szép lakancából, és itt egy ellenszegülést láthatunk. Ezt a feladatot tehát nem sikerült abszolválni a lovasnak. Itt a nehézséget az is jelenti, hogy a lónak sötétbe, viszonylag sötétbe, az árnyékba kell beugrani, és ott várja ez az akadály. Nézzük, másodszorra sikerül-e. Gond nélkül. Daniela Hörmiller és Bandit. A kétcsillagos kategória egyik esélyese, nagyon-nagyon jól ugróló. Itt egy icipicit megakadt a vízbeugráskor. Viszont a ló rutinossága látszik azon, hogy a kombinációt, ha alacsonyabb tempóból is, de milyen könnyen, milyen jól megoldotta, milyen készségesen és együttműködően. Még mindig ugyanazt a párost látjuk Daniela Hörmiller Bandittel. A következő kombinációt, itt történt az esés legutóbb. Igen, ez a ló már látott ilyet.
nagyon-nagyon együttműködő, nagyon figyelmes. Hallgassunk is meg egy beszélgetést a lovasával. Ich fand den Cross schwer, weil nehéznek találtam a pályát, mondja Daniela Hörmiller, német versenyző. So ein bisschen schwierig einzuschätzen, was die Pferde da machen. Einmal eng und dann wieder sehr weit. Volt kombináció, ahol nehéz volt előre kiszámolni, hogy a lovak hogy fognak reagálni, hiszen volt szűk és egy kicsit bővebb távolság is az összetetben. Ich fand die Strecke einfach so schwer, dass ich gesagt habe, ich will gut null am besten ins Ziel kommen. Azt mondta, hogy miután nehéznek találtam a pályát, különösebb rizikó nélkül, hibapont nélkül szerettem volna célba érni.